A Mandörli ház asszonya 23. fejezet Ott ültem megint a kis szobában. A kis szobában, amely olyan volt, mint egy vasúti várószoba. A rendőr állt mellettem, fölém hajolt, egy pohár vizet adott, és valaki megérintette a karomat. Frank keze. Mozdulatlanul ültem, és lassan-lassan a padló, a falak, a rendőr és Frank alakja természetes formát öltöttek úgy szégyellem magam. Mondtam, hogy ilyen ostobán viselkedtem, de rettenetes hőség volt odabent. Igen, már sokan panaszkodtak emiatt, mégse csinálnak semmit. Sokszor elájulnak a hölgyek odabent. Jobban érzi magát, Mrs. De Winter? kérdezte Frank. Igen, sokkal jobban. Mindjárt egészen jól leszek. Menjen vissza, ne várjon itt miattam. Hazaviszem magát Mandörlibe. Nem, de igen. Maxim azt mondta, hogy vigyem haza. Nem, magának Maxim mellett kell maradnia. Maxim kívánsága az, hogy haza vigyem Manderlybe. Megfogta a karomat és segített fölállni. El tud menni az autóig, vagy idehozzam a kocsit? El tudok menni, de sokkal jobban szeretnék itt maradni. Szeretném, ha maga is itt maradna és vigyázna Maximre. Maxim esetleg nagyon sokáig marad. Miért mondja ezt? Mit akar ezzel mondani? És miért nem néz rám? Karomfogott és végig a folyosón, aztán le a lépcsőn az utcára. Maxim esetleg nagyon sokáig marad. Odaértünk Frank kis Morrisához. Kinyitotta az ajtót és besegített. Azután ő is beült és beindította a motort. Végighajtottunk a macska köves piac téren, majd az üres városon keresztül le a keríti országútra. Miért maradt sokáig, Maxim? Mi van még hátra? Esetleg megismételtetik a tanúvallomásokat. Frank egyenesen maga elé nézett, a kemény fehér útra. De hiszen mindenkét kihallgattak már. Mit mondhatnak még? Nem lehet tudni, mondta Frank. Az elnök esetleg másképpen teszi fel a kérdéseit. Táb vallomása mindent felforgatott. Az elnöknek más szemszögből kell megvizsgálnia az ügyet. Milyen szemszögből? Hogy érti ezt? Hallotta a tanút. Hallotta, hogy Táb mit mondott. Most már nem fogják elhinni, hogy véletlen szerencsétlenség történt. De hát ez képtelenség, Frank. Nevetséges, miért hallgatnak Tábre? Hogyan állíthatja ő ennyi idő múltán, hogy a lyukakat szándékosan furtsák a hajó aljába? Mit akarnak bebizonyítani? Nem tudom. Az elnök kellemetlen ember. Maxim képtelen lesz nyugodtan válaszolni, kijön a sodrából. Olyanokat fog mondani, amit maga is megbán majd. Az elnök faggatja majd, és Maxim nem bírja idegekkel. Tudom, hogy így lesz. Frank nem felelt. Nagyon gyorsan hajtott. Mióta ismertem, most történt először, hogy nem tudta a szokásos, unalmas mederbe terelni a társalgást. Ez azt mutatja, hogy ő is nyugtalan. Nagyon nyugtalan. Rendes körülmények között lassan, óvatosan vezetett. Minden útkereszteződésnél megállt, jobbra balra kémlelt, és minden kanyarodónál hangosan dudált. Az az ember is ott volt, aki egyszer meglátogatta manderly Missis Mrs. Dunworth-t. gondolja? kérdezte Frank. Én is láttam. Ott ült Mrs. danvers az ablak mellett. Igen, tudom. Miért jött el? Mi joga van neki ott lenni a tárgyaláson? Unoka testvére Mrs. De Winternek. De az nincs rendjén, hogy ők ott ülnek Mrs. danvers Én nem bízom bennük, Frank. Én sem. Mondhatnak valamit. Nagyon sokat árthatnak, megszímnek. Frank megint nem felelt. Olyan hűséges barátja volt Maximnek, annyira együtt érzett vele, hogy senkivel sem akart róla beszélni, még velem sem. Nem tudhatta, hogy én mennyit tudok. És én sem tudtam pontosan, hogy ő mennyit tud. Szövetségesek voltunk, egy úton haladtunk, de nem mertünk egymásra nézni. Egyikünk sem merte megkockáztatni a vallomást. Emlékszem, amint befordulunk az alsó kapun, végighajtunk a kanyargós úton föl a házig. A hortenziák éppen virágzanak. Kékfejecskéjük kikandikált a zöld levelek sűrűjéből. Minden szépségük ellenére van bennük valami gyászos. A temetési szertartás komor pompájára emlékeztetnek, olyanok, mint a halotti koszorú, merevek és mesterkéltek, amilyeneket üveg alatt lehet látni idegen országok temetőiben, és ott sorakoztak véges végig az úton mind a két oldalon, kéken, egyhangúan, mint a kíváncsi nézők, akik kiállnak az utcára, hogy lássanak minket. Fölértünk végre a házhoz, és megálltunk a lépcső előtt. – Jobban van? – kérdezte Frank. – Feküdjön le! – Igen, – mondtam, – talán az lesz a legjobb, ha lefekszem. – Én visszamegyek lányomba, – mondta. Maximnek szüksége lehet rám. Többet nem szólt. Rögtön beült az autóba, és elindult. Maximnek szüksége lehet rá. Miért mondta, hogy Maximnek szüksége lehet rá? Az elnök talán Frenket is ki fogja hallgatni. Talán őt is kérdezi arról az éjszakáról, amikor Maxim együtt vacsorázott Frenkel. Meg fogja kérdezni, hogy Maxim pontosan hány órakor ment el hazurról. Meg fogja kérdezni, látta-e valaki hazajönni Maximet. Tudták-e a cselédek, hogy otthon van? Van-e tanúja arra, hogy mikor hazajött, egyenesen fölment a szobájába és levetkőzött? Mrs. Danvers is kihallgatják. Mrs. Danvers is megidézik tanónak, és Maxim dühös lesz. Elsápad. Fölmentem a szobámba, és lefeküdtem az ágyra, ahogyan Frank tanácsolta. Kezemet a szememre szorítottam. Most is magam előtt láttam azt a termet, és azokat az arcokat. Az elnök komor, barázdás, cvikkeres arcát. Csak nem gondolja, hogy a magam szórakoztatására folytatom le a tárgyalást? Lassú, felfogású, bogarászó ember rögtön meg van sértve. Vajon most miről beszélnek? Mi lesz, ha Frank egyedül jön vissza? Újságbeli képek jelentek meg az emlékezetemben, amint emberek kilépnek egy bírósági épületből, és egyenruhás őrök vezetik el őket. Mi lesz, ha Maximet is elviszik? Nem fognak beengedni hozzá? Nem lesz szabad meglátogatnom? Itt kell élnem Manderlyben nap-nap után, és várni ott minden éjszaka, mint ahogy a most várom? Julian ezredes kedves lesz és megértő. Az emberek azt fogják mondani... Rosszul teszi, hogy annyit van egyedül. Jöjjön el hozzánk. Telefon, újságok, megint telefon. Nem, Mrs. De Winter nem fogad senkit. Mrs. De Winter nem fogadja a megyei krónika munkatársát. Aztán másnap. Megint egy másik nap. Bánszorgó hetek. És Frank végre elvisz, hogy láthassam Maximet. Maxim sovány, sápadt, különös olyan, mint a kórházi betegek. Más asszonyok is körülmentek ezen. Asszonyok, akikről az újságban olvastam. Folyamodványt írtak a belügyminiszterhez, de nem használt semmit. A belügyminisztérium mindig azt feleli, hogy az igazságnak nem szabad útjába állni. Sokszor előfordult, hogy jó barátok is írtak folyamodványt, valamennyien aláírták, de a belügyminisztérium nem tehet semmit. És a legtöbb ember, ha olvas róla az újságban, azt mondja, ugyan miért hagynák futni? Utóvégre megölte a feleségét. Azt a szegény asszony már nem lehet feltámasztani. Ez a szentimentális felfogás, amely a halálbüntetés eltörlését kívánja, csak lovat ad a gonosz tevők alá. Gondolta volna meg, mielőtt megölte a feleségét. Most már késő. Felfogják akasztani, mint más bűnöst. Úgy kell neki legalább elrettentő példa lesz a többieknek. Emlékszem, láttam egyszer egy képet valamelyik újságban. Nagy tömeg állt a börtön kapuja előtt. Kilenc óra múlt néhány perccel, és egy rendőr éppen cédulát akaszt ki a kapura, hogy mindenki elolvassa. A halálos ítéletet ma reggel kilenc órakor a börtönigazgató, a börtönorvos és a megyei serif jelenlétében végrehajtották. Az akasztás gyorsan megy. Az akasztás nem fáj. Az akasztás egyszerre kettétöri az áldozat nyakcsigolyáját. Valaki azt mondta egyszer, hogy azért nem mindig sikerül. Valaki, aki ismert egy börtönigazgatót. Zsákot húznak az ember fejére, odaállítják arra a kis és egyszerre csak süllyedni kezd alatta a föld. Összesen három perc az egész attól fogva, hogy a cellájából kilép. Mások azt mondják, hogy csak ötven másodperc. Nem, az lehetetlen. Ötven másodperc túl kevés. Egy pár lépcsőn is le kell menni. A doktor is lemegy. Azt mondják, rögtön meghal az illető. De nem, nem hal meg rögtön. A test még mozdul egyet-egyet, ha a nyakcsigolya nem tört el. De azt is mondják, hogy olyankor már nem érez semmit. Bár mások szerint ez nem igaz. Valaki, akinek a bátyja börtönorvos volt, azt mondta, hogy nem hozzák nyilvánosságra, mert botrány lenne belőle, de gyakran előfordul, hogy nem halnak meg rögtön. Édes jó Istenem, ne engedd, hogy ezekre a dolgokra gondoljak. Enged, hogy valami más jusson az eszembe. Mrs. van Hopper, Amerikában. Most már együtt lehet a lányával. Van egy nyaralójuk Long Islanden, Biztosan sokat bridgeznek. Lóversenyre is járnak. Mrs. Van Hopper nagyon szeret lóversenyekre járni. Vajon megvan-e még az a kis sárga kalapja? Túl kicsi volt az ő széles arcához. Mrs. Van Hopper ott ül a Long Islandi kertben, regényekkel, képeslapokkal, újságokkal az ölében. A szeméhez illeszti a lornyonyját, és így szól a lányához. Hallgass ide, Helen! Az van az újságban, hogy megtöbbintőr meggyilkolta az első feleségét. Én nekem mindig gyanús volt egy kicsit. Mondtam is annak a butalánynak, hogy vigyázzon, de nem hallgatott rám. Hát most megkapta, amit akart. Bár neki persze nem lesz semmi baja. Sőt, a filmgyárak ostromolni fogják az ajánlataikkal. Valami megérintette a kezemet. Jasper volt. Hideg, nedves orrát oda dörzsölte a kezemhez. Feljött utánam a halból. Hogy van az, hogy a kutyáktól néha sírhatnékja -e van az embernek? Van valami reménytelenül szomorú a ragaszkodásukban. Jasper tudja, hogy valami baj van. A kutyák mindig tudják. Látták az autót a ház előtt, amikor megjöttünk. Ott állt mind a két kutya farokkal, szomorú szemmel, aztán, mikor Frank elrobogott, visszakollogtak a kosarokhoz. Úgy látszik, elaludtam, mert egyszerre felriadtam. Dörgött az ég. Felültem az ágyon. Az óra ötöt mutatott. Fölkeltem és odamentem az ablakhoz. Fa levél serezdült. A levelek várakozóan mozdulatlanul fügtek a fákon. Az ég ólomszínű volt. Olykor villám hasított rajta keresztül, aztán sok idő múlva a távolból mennydörgést lehetett hallani. Az eső még nem erett el. Kimentem a folyosóra és hallgatóztam. Nem hallottam semmit. Elmentem a lépcsőig. Senki. A hal sötét volt. Lementem és megálltam a teraszon. Újabb mennydörgés. Egy esőcsepp a kezemre hullott. Egyetlen egy csepp nem több. Nagyon sötét volt, a tenger innen a távolból olyan volt, mint egy fekete tó. Még egy esőcsepp hullott a kezemre, aztán újabb mennydörgés reszkettette meg a levegőt. Egy szobalány csukogatni kezdte az ablakokat fönt az emeleten. Robert is megjelent és becsukta mögöttem a szalon ablakait. – Az urak még nem jöttek vissza, Robert? – kérdeztem. – Nem, a asszonyom, még nem azt hittem, hogy asszonyom is velük van. Nem, én előbb visszajöttem. Parancsol te át, asszonyom. Nem, köszönöm. Várok még. Úgy látszik, végre megfordul az idő, asszonyom. Igen, de csak nem akart esni. Csak az a két csepp, ami a kezemre hullott. Azóta semmi. Visszamentem és leültem a könyvtárban. Fél hatkor Robert lépett a szobába. A kocsi éppen most érkezett a ház elé, asszonyom, jelentette. Melyik kocsi? Mr. de Winter kocsia, asszonyom. Ő maga vezeti? Igenis, asszonyom. Megpróbáltam felállni, de a lábam, mintha szalmából lett volna, nem bírt el. A déványhoz támaszkodva tudtam csak állva maradni. A torkom száraz volt. Egy perccel később Maxim belépett a szobába is megállt az ajtónál. Nagyon fáradtnak és öregnek látszott. A szája szögleténél olyan ráncok sötét lettek, amelyeket még sohasem vettem észre. Lezárták az ügyet, mondta. Vártam. Nem bírtam se szólni, se mozdulni. Öngyilkosságot állapítottak meg, folytatta Maxim. Elegendő bizonyíték hiányában. Öngyilkosságot? Kérdeztem, és leültem. De mivel magyarázzák? Mit tartanak az öngyilkosság okának? A jó Isten tudja. Úgy látszik, az okot nem találták fontosnak. Az öreg Horridge csak azt akarta tudni, hogy nem voltak Erebekkának anyagi gondjai. Anyagi gondjai. Jóságos Isten! Az ablakhoz lépett, kinézett a pázsitra. Esni fog, mondta. Hála Istennek, végre esni fog. Mégis hogyan történt? Mit mondott az elnök? Miért tartott ilyen sokáig? Mindig újra előről kezdte, mondta Maxim. Mindenféle apró részletet kérdezett a hajóról, ami senkit sem érdekelt, hogy a csapok nehezen jártak el, hogy a második pontosan hány méternyire volt az elsőtől hogy mi volt a ballaszt, hogy micsoda hatással van a hajó biztonságára a ballaszt kihajtása, hogy egy asszony segítség nélkül ki tudja-e hajtani a hajóból a ballasztot, hogy jól záródott-e a kajüt ajtó, hogy mekkora víznyomás kell ahhoz, hogy az ajtó benyomódjék, Már azt hittem, megőrülök. De uralkodtam magamon. Mikor téged megláttalak ott az ajtóban, rögtön tudtam, hogy mit kell tennem. Láttam, hogy rosszul vagy és az ájulás környékhez, és ez figyelmeztetett arra, hogy ha szabadjára engedem az indulataimat, akkor vége mindennek. Pontosan tudtam, hogy mit kell mondanom. Szembenéztem Horridzsal egész idő alatt. Egy pillanatra lenem nem vettem a tekintetemet sovány kis arcáról és aranykeretes csiptetőjéről. Halálom napjáig emlékezni fogok az arcára. Fáradt vagyok, drágám. Olyan fáradt, hogy Se nem látok, se nem hallok, se nem érzek semmit. Leült az ablak mellé. Előre hajolt fejét a kezébe támasztotta. Én is odaültem melléje. Pár perc múlva belépett fritt. Robert tolta utána a teasztalt. Az ünnepélyes szertartás úgy zajlott le, mint minden nap, mióta Mandörliben éltem. A teasztalon hófehér damasz terítő, ezüst kanna, a vízforraló alatt meggyújtották a pici lángot. Pirított kenyér, szendvics, háromféle sütemény. Jasper ott ül szorosan az asztal mellett, farkával néha csap egyet a padlón, szemét várakozás teljesen szegezi rám. Furcsa, gondoltam. Furcsa, hogy az élet azért megy tovább, akármi történik is. Mindig ugyanaz ismétlődik. Eszünk, alszunk, mosakodunk. Nincs az a válság, ami megzavarná az élet hétköznapi rendjét. Kitöltöttem Maxim táját, és odavittem neki az ablakhoz. Vittem egy darab pirítóst is, és magamnak is megkentem egyet. – Frank, hol van? – kérdeztem. – El kellett mennie a vikáriushoz. Nekem is el kellett volna mennem, de én előbb téged akartalak látni. Folyton rád gondoltam egész idő alatt. Rád gondoltam, hogy milyen borzasztó lehet neked itthon egyedül várni, teljes bizonytalanságban. Mit kell a vikáriushoz menni? kérdeztem. A mai este miatt, mondta. A templomi szertartást megbeszélni. Rámeredtem is, megértettem. Rebekkát el kell temetni. Rebekkát felhozzák a kriptába. Fél hétkor lesz a temetés, mondta. Senki sem tudja, csak Frank, Julian ezredes, a vikárius, meg én. Nem lesz ott senki más. Ezt még tegnap megbeszéltük, a vizsgálat eredményétől függetlenül. Hánykor kell elmenned? 6 óra 25 perckor találkozom velük a templom előtt. Nem szóltam semmit. Tovább kortyoltam a teámat. Megszín nem nyúlt az ételhez. Még mindig milyen borzasztó meleg van. A levegőben lóg a zivatar, mondtam, de valahogy nem akar esni. Csak néha hull egy-egy csepp. Akkor is mennydörgött, mikor elindultam lenyomból, mondta. Az ég olyan fekete volt a fejem fölött, mint a tinta. Miért nem esik már az Isten szerelmére? A madarak hallgattak odakint a fák lombjai között. Még mindig nagyon sötét volt. Sajnálok, hogy megint el kell menned, mondtam. Nem felelt. Fáradtnak látszott. Halálosan fáradtnak. Ha este visszajövök, majd beszélgetünk. Annyi megbeszélni valónk van. Előről kell kezdenünk mindent. Nagyon rossz férjed voltam. Nem, mondtam. Nem voltál az. Újra kezdjük az életünket, ha ezen túl leszünk. Lesz erőnk hozzá, hiszen ketten vagyunk. A jövő majd legyőzi a múltat. Gyermekeink is lesznek. Néhány pillanatig hallgatott, majd az órájára nézett. Hat óra múlt tíz perccel, mondta. Indulnom kell. Nem fog sokáig tartani, legfeljebb fél órát. Le kell mennünk a kriptába. Fogtam a kezét. Én is veled megyek, mondtam. Nem félek. Engedd meg, hogy veled menjek. Nem, felelte. Szó sem lehet róla. És ezzel kiment a szobából. Hallottam a motorzúgását, aztán elhalt a hangja, jelezve, hogy Maxim elment. Robert jött be, hogy eltakarítsa a teázás maradványait éppen úgy, mint máskor. A naponta ismétlődő szertartás semmit sem változott. Vajon akkor is így lenne, ha megszém nem jön vissza lenyomból? Robert akkor is így állna itt, ugyanezzel a kifejezéstelen arccal söpörni össze a morzsákat a hófehér damaszterítőről, terítőről, és gurítaná ki az asztalt a szobából? Nagy csend volt a könyvtárban. Elképzeltem őket, amint lemennek a kriptába. Én sohasem jártam ott, csak kívülről láttam a kripta ajtaját. Vajon milyen lehet egy kripta? Koporsók állnak a fal mellett, Megszimédes édesanyja és édesapja. Vajon mit csinálnak annak az asztonynak a koporsójával, aki a másik helyet került a kriptába? Vajon ki lehetett az a szegény ismeretlen, akit nem keresett senki? Most egyel megszaporodik a koporsók száma. Rebekka is bekerül a kriptába. Vajon szabályos temetési szertartást végez a vikárius Maxim, Frank és Julian ezredes jelenlétében? Emlékezzél meg, ember, hogy porból vagy, és porrá leszesz. Úgy tetszett nekem, hogy Rebekka már nem is valóság. Szétporlott, szerte foszlott, amikor megtalálták. Aki ott pihen a koporsóban, az már nem Rebekka, csupán egy marék por hat után végre esni kezdett. Először csak az esőcseppek halk kopogását hallottam, látni még nem lehetett semmit. Aztán egyre hangosabb és sűrűbb lett az eső, végre valóságos felhő szakadás zúdult alá, ferde pásztákban az égből. Mintha zsilipeket nyitottak volna ki. Sarkig kitártam az ablakokat, és teli tüdővel szívtam be a friss levegőt. Az eső az arcomba vágott, a kezem is csupa víz lett. Nem láthattam messzire az eső sűrű fátyolán keresztül. Hallottam a víz zubogását az ablak fölötti csatornában, és hogy veri az eső a terasz kőkockáit. Már nem dörgött az ég. Az esőnek moha és földszaga volt. Nem vettem észre, hogy Frit belépett a szobába. Ott álltam az ablakban, néztem az esőt csak akkor pillantotta meg Fritet, mikor már közvetlenül mellettem állt. – Bocsásson meg, asszonyom! – mondta. – Nem méltószatik tudni, hogy soká marad-e Mr. de Winter? – Nem – feleltem. – Nem marad sokáig. – Egy úr van itt, asszonyom! – mondta Fritt pillanatnyi habozás után. – Nem tudom, mit mondjak neki. Mindenáron beszélni akar Mr. de Winterrel. – Ki az? – kérdeztem, valaki, akit én is ismerek? Igenis, asszonyom, mondta Frit, és látszott az arcán, hogy zavarban van. Egy úr, aki Mrs. de Winter életében nagyon sokat járt a házhoz. Mr. Favölnek hívják. Feltérdeltem az ablak melletti díványra, és becsuktam az ablakot. Az eső már a párnákat is átáztatta. Aztán megfordultam, és Fritre néztem. Vezesse be, Mr. Fávölt, mondtam. Igen, és asszonyom. A kandallóhoz léptem. Mire Maxim visszajön, remélhetőleg végzek Fávellel. Még nem tudtam, hogy mit mondok neki, de nem féltem tőle. Néhány perc múlva Frit bevezette Fávelt a könyvtárba. Éppen olyan volt, mint az előző alkalommal, csak elhanyagoltabb, és ha lehet, még közönségesebb. Az a fajta férfi, aki mindig kalap nélkül jár. A haját kiszívta a nap, a bőre cserzett volt, a szeme vér aláfutásos. Talán ivott is. Sajnos, Maxim nincs ide haza, mondtam. Nem tudom, mikor jön vissza. Nem lenne jobb, ha telefonálna holnap az irodába, és úgy beszélnének meg egy találkozást? Inkább megvárom, mondta Fávöl. Nem hiszem, hogy sokáig tart. Az ebédlő ajtaja nyitva volt, és láttam, hogy Mexnek is megvan terítve. A személyzet nem tudja, mondtam, de lehetséges, hogy Maxim nem jön haza ma este. Megszökött? kérdezte Fávől kellemetlen mosollyal. Igaz, hogy az adott körülmények között ez volna a legokosabb, amit tehet? A plegyka kellemetlen dolog. Miért ne kerülje el az ember, ha lehet? Nem értem, mit beszél, mondtam. Nem érti? Csak nem akarja elhitetni velem, hogy nem érti? Mondja, jobban érzi már magát. Rém kellemetlen lehetett, hogy elájult ott a tárgyaláson. Szívesen segítettem volna, de láttam, hogy már van lovagja. Képzelem, Frank Róli mennyire élvezte a helyzetet. Megengedte neki, hogy hazakísérje? kísérje? Mikor a múltkor én akartam elvinni kocsikázni, a világért sem volt hajlandó eljönni velem. – Miért akar Maximmel beszélni? Fávöl átnyúlt az asztal fölött és elvett egy cigarettát. – Ugye megengedi, hogy csak? kérdezte. – Remélem, nem fog émejegni tőle. Az ember sohasem tudhatja ezeknél a fiatal asszonyoknál. Az öngyújtója fölött rám nézett. Mióta utoljára láttam, egy kicsit megnőtt. Vajon mitől? Attól, hogy Frank Rólival sétál? Nagy füstfelhőt fújt a levegőbe. Mondja, nincs kifogása ellene, ha kérek egy pohár szódás viszkit az öreg Frittől? Nem szóltam semmit. Csöngettem Fritnek. Fávöl leült a dívány karfájára. A lábát lóbázta. Gonoszul mosolygott. Robert jött be a csöngetésre. Egy viszkit szódával Mr. Fávölnek, mondtam. Mi újság, Robert? kérdezte Fávöl. Nagyon régen láttam, még mindig tiporja a keríti lány szíveket? Robert elpirult. Rám nézett. Rettenetesen zavarban volt. Ne féljen, barátom, nem árulom el. Na, szaladjon és hozza azt a viszkit. Duplát! Robert eltűnt. Fávöl nevetett, és a hamut leszorta a padlóra. Egyszer, mikor szabadnapos volt, csináltunk együtt egy görbe estét. Rebekka fogadott velem öt fontba, hogy ilyesmire azért mégsem betemedem. Megnyertem az öt fontot. Életem egyik legmulatságosabb estéje volt, hogy mennyit nevettem. Robert fényes pofa volt, és meg kell hagyni. Ért a nőkhöz. A legszebbet választotta ki magának, akivel összeakadtunk. Robert visszajött, tálcán hozta a viszkét és a szódát. Még mindig égett az arca, és látszott rajta, hogy mennyire kínos neki ez az ugratás. Fávöl mosolyogva figyelte, amint kitölti az italt. Aztán egyszerre hangosan felnevetett, és hátradőlt a divány karfáján. Valami is lágert fütyült, és tekintetét Robert arcára szegezte. Ez volt az, ugye? kérdezte. Még mindig a platina szőkék az esetei, Robert? Robert mosolyogni próbált. Roppant szerencsétlennek látszott. Fávöl még hangosabban nevetett. Robert megfordult és kiment a szobából. Szegény fiú, mondta Fávöl. – Azóta se igen lehetett -e féle kiruccanáson. Az a vén szamár frit kurta pórázon tartja. Ivott, körülnézett a szobában, és bizalmaskodó mosolyjal méregetett. Nem esnék nagyon kétségbe, ha a Max nem jönne vissza a vacsorára, jelentette ki. Maga mit szólna hozzá? Nem feleltem. Ott álltam a kandallónál, kezemet összekulcsoltam a hátam mögött. Nem ajánlaná fel nekem a helyét az asztalnál? kérdezte, is, félrehajtott fejjel újra rám mosolygott. Mr. Fávöl. Mondtam. Nem akarok udvariatlan lenni, de meglehetősen fáradt vagyok. Hosszú és kimerítő nap volt a mai. Ha nem mondhatja el nekem, hogy miért akar Maximmel beszélni, akkor semmi értelme, hogy itt üljön. Ismétlem, jobban tenné, ha most elmenne, és holnap az irodában érdeklődnék, hogy mikor lehet Maximmel beszélni. Leszállt a dívány karfájáról, és poharával a kezében közelebb lépett hozzám. Nem, nem, mondta. Ne legyen kegyetlen hozzám. Hát nekem is nehéz napom volt. Ne szaladjon el, ne hagyjon magamra, ne féljen tőlem. Higgy el, hogy teljesen ártalmatlan vagyok, persze. Megszín mindenféléket mesélt rólam, ugye? Maga azt hiszi, hogy én vagyok a farkas, akivel a gyerekeket ijeszgetik. Folytatta, minthogy nem feleltem. Pedig nem vagyok farkas, higgyel. el. Egészen közönséges, ártatlan bárányka vagyok. De maga a remekül viselkedik. Tökéletesen. Egészen komolyan mondom. Le a kalappal maga előtt. A nyelve elakadt. Össze-vissza beszélt már megbántam, hogy bevezettettem. Maga idejött Mándörlibe, folytatta, és a kezével bizonytalan mozdulatot tett. Száz és száz emberrel találkozott, akiket azelőtt nem ismert. Tűrte az öreg Max szeszélyeit. Nem törődött senkivel, ment a maga útján. Mondhatom, hogy remekül viselkedett. Nem bánom, akárki is hallja, amit mondok, Megtántorodott, aztán kiegyenesedett, és üres poharát letette az asztalra. Tudja, ez a dolog nekem is nagy megrázkódtatás volt. Borzasztó nagy megrázkódtatás. Rebekka az unoka testvérem volt. Őrülten, szerettem. Igen, mondtam. Igen, meg tudom érteni. Nagyon sajnálom. Együtt nőttünk fel folytatta. Mindig nagyszerűen megértettük egymást. Egyforma volt az ízlésünk. Ugyanazokat az embereket szerettük, ugyanazokon a tréfákon nevettünk. Azt hiszem, jobban szerettem Rebekkát, mint bárki más a világon. És ő is szeretett engem. Rettenetes csapás volt. Igen, persze, mondtam. Természetesen. Csak azt szeretném tudni, hogy mit képzel Max. Azt képzeli, hogy most már nyugodtan éldegélhet élhet miután azt a nyomorult tárgyalást megúszta. Mondja, tényleg ezt képzeli? Ezt képzeli? Már nem mosolygott. Felém hajolt. Majd én teszek róla, hogy Rebekka elég tételt kapjon, emelte fel a hangját. Öngyilkosság, minden ható Isten! Az a vén hülye elnök elhitette az esküdtekkel, hogy öngyilkosság történt. Maga meg én, mi ketten tudjuk, hogy nem volt öngyilkosság. Ugye? Maga is tudja. Még közelebb hajolt hozzám. Ugye maga is tudja? Ismételte lassan. Az ajtó kinyílt és megszém lépett a szobába. Mögötte Frank, Maxim megállt az nyitott ajtóban is, Fávörre merett. – Hogy az ördögbe kerülsz ide? kérdezte. Fávöl megfordult, zsebretett kézzel. Várt egy pillanatig, aztán megint elmosolyodott. Természetesen gratulálni akarok neked a délutáni tárgyaláshoz, öreg cimbora. – Légy szíves, hagyd el a házat, mondta Maxim, mert különben kidobatlak. Lassabban a testtel, mondta Fávöl. Ismét cigarettára gyújtott és visszaült a dévány karfájára. Ha nem akarod, hogy Fritt is meghallja, amit mondok, akkor csukd be az ajtót. Maxim nem mozdult. Frank visszament az ajtóhoz és csendesen becsukta. Hallgass ide, Max, mondta Fávöl. Te megúztad ezt a dolgot, ugye ugyebár? Szerencsésebben, mint valaha is remélni merted volna. Én is ott voltam a tárgyalásom ma délután, hiszen láttál? Elejétől, végig ott voltam. Akkor is, amikor a feleséged elájult a legválságosabb pillanatban. De őt hagyjuk. Jól benne voltál a kutyaszorítóban, igaz, Max? De ezúttal szerencséd volt. Nem volt nehéz becsapnod azokat a hülye esküdteket. Megszím egy lépést tett fávöl felé, fávöl felemelte a kezét. Vájunk vá, csak egy kicsit, mondta. Még nem fejeztem be. Bizonyára tudatában vagy annak öregem, hogy sok kellemetlenséget okozhatok neked. Kellemetlenség. Ez aránylag a legszelídebb kifejezés. Leültem a székre a kandalló mellé. Mind a két kezemmel megmarkoltam a szék karfáját. Frank odajött és megállt mögöttem. Megszín még mindig nem mozdult. A szemét nem vette le Fávőről. Úgy, mondta végre, milyen kellemetlenségekről beszélsz? Hát nézd meg! Én azt hiszem, hogy neked nincs titkod a feleséged előtt, és ahogy Królit elnézem, ő a harmadik boldog tagja a triumvirátusnak. Tehát nyíltan beszélhetek, és nyíltan is fogok beszélni. Minnyáján tudjuk, hogy mi volt köztem és Rebekka között. Szerettük egymást. Soha sem tagadtam, és sohasem is fogom tagadni. Nos hát, a mai napig magam is, mint a többi bolond, azt hittem, hogy Rebekka vitorlázás közben belefulladt a tengerbe, és hogy a holttestét hetekkel későbben Ecskumbnál kivetette a víz. Nagy megrázkodtatás volt számomra, ez is rettenetes megrázkódtatás. De azt mondtam magamban, olyan halál ez, amiért Rebekka választott volna magának, ha ő döntheti el, hogy kíván meghalni. Úgy halt meg, ahogy élt, harc közben. Elhallgatott, ott ült a divány karfáján, és hol egyikünkre, hol másikunkra nézett. Néhány nappal ezelőtt kezembe veszem az esti lapot, és olvasom benne, hogy a helyi búvár megtalálta Rebekka hajóját, és a kajütben egy holttestre bukkant. Nem értettem. Kit vihetett magával Rebekka? Ez képtelenség. Meg akartam tudni az igazságot, ezért lejöttem ide, és Kerrittől nem messze, Kivettem egy szobát egy vendégfogadóban. Érintkezésbe léptem Mrs. danvers is. Tőle tudtam meg, hogy a holtest, melyet a kajütben találtak, Rebekka holteste volt. Az első áldozat tévedésből került a kriptába. Rebekka valahogy bent a kajütben, amikor lement a kabátjáért. Nos hát, mint tudjátok, végig hallgattam a tárgyalást. Minden símán ment addig, amíg tab vallomására nem került sor. De aztán mit szólsz, Max, barátom, azokhoz a lyukakhoz a hajó padlóján? És mit szólsz a kinyitott lefolyó csaphoz? Azt hiszed, kezdte meg lassan, hogy a mai gyötrelmes délután után én most előről kezdem veled az egészet? Hallottad a tanúvallomásokat, és hallottad az ítéletet. Az elnököt kielégítette a vizsgálat eredménye. Neked is meg kell elégedned vele. – Öngyilkosság? – kérdezte Fávöl. – Rebekka és az öngyilkosság? – Te tudod a legjobban, hogy Rebekka nem az a nő volt, aki öngyilkosságot követ el. Ugye nem tudtad, hogy ez a levél nálam van? Eltettem, mert ez volt az utolsó híradás, amit tőle kaptam. Felolvasom. Azt hiszem, érdekelni fog. Kivett a zsebéből egy darab papírt. Megismertem a hosszú hegyes döldbetűket. betűket. Próbáltalak felhívni a lakásból, de nem jelentkeztél, olvasta. Most lemegyek mandörlibe. Este otthon leszek, ha ráérsz, gyere utánam. Az éjszakát lentöltöm a csónakházban. Az ajtót nyitva hagyom. Valamit mondanom kell neked. Gyere minél előbb. Nagyon fontos. Rebekka. A levelet visszatette a zsebébe. Alig hiszem, hogy ilyen levelet ír valaki, aki öngyilkosságot készül elkövetni, mondta. Ez a levél otthon várt engem, mikor hajnali négy óra tájban haza kerültem. Fogalmam sem volt róla, hogy Rebecca aznap Londonban lesz, különben megpróbálok veled találkozni. Sajnos a körülmények szerencsétlen alakulása folytán én aznap egy estélyen voltam. Mikor hajnali négy órakor elolvastam az üzenetét, már késő lett volna elindulni Mandörlibe. Lefeküdtem és elhatároztam, hogy majd másnap leszaladok. Úgy is volt. 12 óra tájban érkeztem meg, és akkor hallottam, hogy Rebekka a tengerbe veszett. Mi alatt beszélt, a tekintetével szinte rátapadt Maximre. Egyikünk sem szólt egy szót sem. Tegyük fel, hogy az elnök olvassa ma délután ezt a levelet. Nem gondolod, öreg fiú, hogy akkor a dolgok kissé másképpen alakulnak rád nézve? kérdezte Fávöl. – Miért nem adtad oda neki? – kérdezett vissza Maxi mindulatosan. – Hátrább az agarakkal, örege, csak nyugalom, nem kell mindjárt felfortyanni. Én nem akarlak téged tönkretenni, Max. Isten látja lelkemet, sohasem voltál a barátom, de én nem vagyok bosszúálló. álló. Minden tékeny a szép feleségére, érthető, hogy otellót játszottál, ha férjek már csak ilyenek. No, öregem, én kiteregettem a kártyáimat, talán sikerül valamiben megegyeznünk. Nem vagyok gazdag ember ahhoz, hogy gazdag lehessek, túlságosan szeretek játszani. Csak az a rossz, hogy nincs tőkém, amely felett rendelkezhetem. Ha lenne két-három ezer font évi járadékom, egészen tisztességesen megélnék belőle is, de soha többé nem alkalmatlankodnék neked. Esküszöm az élő Istenre, hogy soha többé felét sem néznék. Már figyelmeztettelek, hogy hagyd el a házat, mondta Maxim. Örülnék, ha nem kellene megismételnem a figyelmeztetést. Az ajtó itt van mögöttem, magad is ki tudod nyitni. Egy pillanat, Maxim, mondta Frank. A dolog nem olyan egyszerű. Fávölhez fordult. Tudom, hogy mire céloz, sajnos úgy áll a helyzet, hogy, mint mondotta, ön összebogozhatja a szálakat és kellemetlenséget okozhat nekünk. Azt hiszem, Maxim nem látja olyan tisztán a helyzetet, mint ahogy én. Milyen összegről lenne szó? Láttam, hogy Maxim halálsábat lesz és a halántékán lüktetni kezd egy ér. Ne avatkozzá bele, Frank, mondta. Ez az én dolgom. Nem tűröm, hogy megzsaroljanak. Nem hiszem, hogy a feleségednek túl kellemes lenne, ha újjal mutogatnának rá, mint egy gyilkos feleségére. Egy gyilkosére, akit fölakasztottak, mondta Fávöl. Nevetett és rám nézett. Ne gondold, hogy megijesztesz, mondta Maxim. Nagyon tévedsz. Nem félek tőled. Ott van a telefon a másik szobában. Ha akarod, felhívom Julian ezredest, és megkérem, hogy jöjjön át. Ő a keréti előjáró. Bizonyára nagyon érdekelné a dolog. Fávő rábámult, és nevetett. <laughs> Jó vicc, <laughs> mondta. Mintha nem tudnám, hogy csak hencegsz, és nem mered felhívni Juliant. Tisztában vagy te azzal, hogy van annyi bizonyíték a kezemben, amennyi elég ahhoz, hogy fölakasztanak. Maxim lassan keresztül sétált a szobán, és átment a másik szobába. Hallottam, hogy leakasztja a telefonkagylót. Ne engedje, mondtam Franknek, az Isten szerelmére ne engedje. Frank egy pillantást vetett az arcomra, és sietve utána ment. Hallottam Maxim hangját. Nagyon hűvös volt. Nagyon nyugodt. Kerít tizenhetet kérem, mondta. Pável az ajtót figyelte. Az arcán feszült várakozást tükröződött. Hagyj békén, hallottam Maxim hangját. Majd aztán két perccel később. Julian ezredes? Itt de Winter. Igen, igen, tudom. Megkérhetem, hogy jöjjön át most rögtön. Igen, Manderlibe. Nagyon sürgős. Telefonon nem mondhatom meg, majd ha itt lesz, mindent megmagyarázok. Nagyon sajnálom, hogy megzavartam. Igen, köszönöm. Nagyon köszönöm. Viszont látásra. Visszajött a könyvtárba. Julian rögtön itt lesz, mondta. Az ablakhoz lépett és kinyitotta. Még mindig zuhogott az eső. Egyedül állt, háttal nekünk, és telitüdővel szívta be a hideg levegőt. Maxim, kérlelte Frank csendesen. Maxim... Maxim nem felelt. Fávöl nevetett és másik cigarettára gyújtott. Hát, ha föl akarod magad akasztatni, nekem mindegy, mondta fölvette egy újságot az asztalról, és levetette magát a díványra. A lábát keresztbe rakta, és lapozgatni kezdte az újságot. Frank habozott, hol megszimre, hol rám nézett. Azután odalépett hozzám. Nem lehetne tenni valamit? Suttogtam. Menjen ki, és várja meg odakint Julian ezredest. Mondja neki, hogy ne jöjjön be, mondja neki, hogy tévedés volt. Frank nem hagyhatja el a szobát, mondta Maxim anélkül, hogy visszafordult volna az ablaktól. Én magam akarom elintézni a dolgot. Julian ezredes pontosan tíz perc múlva itt lesz. Egyikünk sem szólt egy szót sem. Fável az újságját olvasta. Nem hallatszott más nesz, mint az esőcseppek kopogása. Szünet nélkül állandóan, egyhangúan kopogott az eső. Tehetetlennek éreztem magam, mintha minden erő elszállt volna a tagjaimból. Mit csináljak? Nem tehetek semmit, és Frank sem. Egy könyvben vagy egy színdarabban ilyenkor van kéznél egy revolver, amelyel lövik az intrikust, és a holtestét a szekrénybe rejtik. De itt a könyvtárban nincs revolver és nincs szekrény. Hétköznapi emberek vagyunk. Nem mehetek oda megszimhez. Nem könyöröghetek neki térden állva, hogy adja meg Fávölnek a pénzt, amit követel. Itt kell ülnöm ölbetett kézzel nézni az esőt és figyelni Maximet, aki hát talál nekem az ablaknál. Az esőtől nem is hallottuk az autót. Csak akkor tudtuk meg, hogy itt van Julian ezredes, mikor nyílt az ajtó, és Fritz bevezette őt a szobába. Maxim visszafordult az ablaktól. Jó estét, mondta. Tehát újra találkozunk. Nagyon hamar ideért. Igen, mondta Julian ezredes. Azt mondta, hogy sürgős, hát nagyon siettem. Szerencse, hogy a kocsi még nem volt benne a garázsban. Micsoda idő! Habozó pillantást vetett fávőre, aztán odalépett hozzám, kezet fogott velem, és bólintott meg felé. Azért jó, hogy megeredt az eső, már mióta lógott a levegőben. Remélem jobban érzi magát. Valamit motyogtam, nem tudom mit. Ő pedig ott állt egyikünkről a másikra nézett, és a kezét dörzsölte. Gondolom, Tudja ezredes úr, hogy nem csevegni hívtam ide ebben az ítéletidőben. időben. Ez itt Jack Fável, megboldogult feleségem első unokatestvére. Nem tudom, találkoztak-e már? Csülén ezredes bólintott. Ismerős az arca, lehetséges, hogy régebben már találkoztunk itt dörliben. Lehetséges, hagyta rá Maxim. Rajta, Fávöl? Kezdjed! Fávöl felállt a díványról és visszatette az újságot az asztalra. Ez az utolsó tíz perc nyilvánvalóan kiózanította. Az volt az érzésem, hogy nincs elragadtatva az események ilyetén fordulatától. Nem volt elkészülve a Julian Ezredessel való találkozásra. Nagy hangon fontoskodóan kezdett bele a mondókájába. – Nézzel, Julian Ezredes – mondta. – Nincs értelme a kertelésnek. Azért vagyok itt, mert nem tartom igazságosnak a délutáni ítéletet. Ó, oh, mondta az ezredes hát mi köze van önnek az ítélethez? Azt hittem, hogy ez Mr. De Winter dolga. Nem egészen mondta Fável. Nekem is jogom van hozzászólni, nem csak, mint Rebekka unoka testvérének, hanem, hanem mindenek előtt azért, mert ha Rebekka életben marad, ma az én feleségem. Julian ezredes a fejét csóválta. Ó, oh, ó, oh, mondta. Így persze már másképpen feste a helyzet. Igaz ez, Mr. de Winter? Maxim Most hallom először, mondta. Julian ezredes tanástalanul nézett egyikről a másikra. És tulajdonképpen mi a panasz a fával? kérdezte. Fávöl egy pillanatig rámerett. Láttam, hogy valamit forgat a fejében, de még nem elég józan ahhoz, hogy tervét keresztül vigye kezét lassan mellénye zsebébe dugta, és kihúzta onnan Rebekka levelét. Ezt a cédulát néhány órával Rebekka úgynevezett öngyilkossága előtt kaptam. Tessék! Szeretném, ha elolvasná és megállapítaná, ilyen leveleket szoktak-e írni az asszonyok, ha öngyilkosságra készülnek. Julian ezredes kivette zsebéből a szemüvegét, és elolvasta a levelet. Azután visszaadta Fávölnek. Nem, mondta. Ha ezt a levelet olvassa az ember, nem hinné, hogy írója az öngyilkosság gondolatával foglalkozik. De mi az a fontos dolog, amire a levél utal? Ön talán tudja, vagy esetleg Mr. de Winter? Maxim nem szólt egy szót sem. Fável a papíros gyűrögette, közben folyton Julien arcát figyelte. Onnak a testvére, itt félre érthetetlenül kijelenti, hogy találkozni kíván velem. Azt írja, hogy jöjjek le, mándőli be még az éjszaka, mert mondani akar nekem valamit. Hogy mit akar mondani, azt valószínűleg soha nem fogjuk megtudni. De ez nem is fontos. Az a fontos, hogy hívott engem, és hogy a parti házban szándékozott tölteni az éjszakát. Azért, hogy együtt lehessünk. Az, hogy elment egyedül vitorlázni, ez cseppet sem lep meg. Egy-egy hosszú londoni nap után máskor is elment. De lyukakat fúrni a hajó padlójába, és aztán szándékosan megfulladni honnan. <laughs> Julian ezredes, ez nem jellemző rebekkára. A vér elöntötte az arcát. Az utolsó szavakat már kiabálta. Nem tehetett jó benyomást Julian ezredesre. Láttam az arcán, hogy nem tetszik neki fávöl viselkedése. Kedves barátom! Mondta az ezredes. Semmi értelme, hogy kiabáljon velem. Nem én vezettem a tárgyalást ma délután, sőt, még csak az esküdcéknek sem voltam tagja. Én csak a kerület előjárója vagyok. Természetesen tőlem telhetőleg segíteni szeretnék minnyájukon. Ön nem hisz unoka testvére öngyilkosságában, másrészt azonban hallotta, mint ahogyan valamennyien hallottuk, a hajóépítő vallomását. A lefolyó csapok nyitva voltak, a lyukakat mindenki láthatta a hajó padlóban. Mi történhetett tehát az ön feltevése szerint? Fávöl megszín felé fordult. Még mindig ujjai között gyűrögette a levelet. Rebekka nem nyitotta ki a csapokat. Rebekka nem furt lyukat a padlóba. Rebekka nem követett el öngyilkosságot. Megkérdezte a véleményemet. Hát, megmondom. Rebekát meggyilkolták. És ha tudni akarja, hogy ki a gyilkos, hát a gyilkos, ott áll az ablakban, azzal az átkozottul fölényes mosolyjal az arcán. Még a gyász évet sem várta, ki feleségül vette az első lányt, aki az útjába akadt. Ott van a gyilkos ezredes úr. Mr. Maximilian de Winter, nézze csak meg jól. Csinosan fog festeni az akasztófán, ugye? És Fávöl nevetni kezdett, nevetni a részeg emberek magas, erőltetett ostoba fejhangján, és közben Rebekka levelét gyűrögette az ujjai között. Felolvasta Korek Mária